Trend FM 94.2. Gazdaságban utazunk. Várható-e kormányzati beavatkozás az üzemanyagok árával kapcsolatban a közeli jövőben? Megjelentek sajtóközlemények arra vonatkozólag, hogy a kormányülés napirenden lesz a hazai üzemanyagár, illetve a hazai üzemanyagáraknak esetleges szabályozása. Erről beszélt Nagy Márton miniszter úr. A Magyar Ásványolaj Szövetség továbbra is tartja magát ahhoz az állásponthoz, hogy a hazai kiskereskedelem, üzemanyag kiskereskedelem piaci alapon korrekt módon működik. Ez a szolgáltatás, én azt gondolom, hogy minden igényt kielégít. Fenntartásának viszont feltétele, hogy piaci alapon lehessen a jövőben is az üzemanyag értékesítést végezni. Hogyha megnézzük a környező országokat, akkor hozzájuk képest hogy állnak a hazai üzemanyagárak? Ezek az egyeztetések, amelyekre sor került a MOL, a Magyar Ásványolajszövetség, illetve a Nemzetgazdasági Minisztérium között már az elmúlt évben is arról szóltak, hogy nézzük meg, hogy hogyan alakulnak a hazai üzemanyagárak, ezek hova pozícionálhatók régiós szinten. Nagyon nehéz és összetett ez a kérdés, hiszen az árak alapvetően a jegyzésárattól, a kőolaj világpiaci jegyzésárától, az európai termékjegyzésáraktól függnek, de emellett azért az, hogy a töltőállomások totemoszlopain milyen értékek vannak írva, legalább ilyen fontos mértékben függnek attól is, hogy milyen adózás, illetve költségkörnyezetben kell a tevékenységet végezni. Fontos információ, és ezt mindenki tudja, és szerintem már, hogy azért a hazai üzemanyagárak közel 50%-a direkt, illetve indirekt adók. Ezek eleve meghatározzák az alapanyag ára mellett, hogy hol és milyen szinten lehet az üzemanyagot értékelni. Ha kitekintünk a környező országokra, arra is tekintettel kell lenni, hogy a forintos árakat óhatatlanul is az árfolyamok befolyásolják. Nehéz összehasonlítani egy üzemanyagárat egy eurós elszámolású országgal, hiszen az árfolyamváltozás akár naponta módosíthatja azt a sorrendet, hogy az aktuális forintos ár éppen hova pozícionálható régiós kitekintésbe. Pont azért, hogy erre is legyen valós rálátása minden egyes fogyasztónak, a Magyar Ásványolaj Szövetség honlapján a korábbi hazai árakat bemutató adatszolgáltatás mellett már elérhetőek a szövetség szakmai tapasztalatai, a rendelkezésére álló információkon alapuló árindikációk a szomszédos országokra. Szintén fontos azért ezt is hangsúlyozni, hogy ez a kitekintés a szomszédos országokra vonatkozik, hiszen a fogyasztó számára ennek van lényeges információtartama. Nem hiszem, hogy több határon túl lévő piacok üzemanyag helyzete tudna hatással lenni egy hazai fogyasztó döntésére. Tehát megkezdtük ezt a munkát, elérhető már a honlapunkon erre vonatkozó árindikáció. Én őszintén remélem, hogy azért ez megerősíti a fogyasztókat abban, hogy a környező országokhoz, az alapfeltételekhez, tehát a kőolaj árához, az árfolyamhoz abszolút normálisan viszonyuló üzemanyagárak vannak ma Magyarországon. Hogyha esetleg szabályozott árak lesznek, az mennyiben befolyásolja majd a szövetség tagjainak működését? Mi továbbra is hangoztatjuk azt, hogy az üzemanyag kereskedelem mint tevékenység egy igen magas szintű, korrekt szolgáltatás, ezzel a tevékenységgel, ezzel a szolgáltatással a fogyasztók alapvetően meg vannak elégedve. Azt, hogy ezt a szolgáltatást a továbbiakban ugyanezen a színvonalon fent tudjuk tartani, annak azért feltétele az, hogy továbbra is normál piaci körülmények között lehessen a tevékenységet folytatni. Mindenféle hatósági, kormányzati beavatkozás magával hozza azt a kockázatot, hogy nem lehet változatlan színvonalon az üzemanyag ellátást úgy fizikailag, mint pedig minőségében fenntartani.